Hány kilóig működik egy házasság megfelelően? Sziasztok! Mindjárt beszélünk a pályázatról is, ezért tudom, hogy sokan erre vagytok kíváncsiak, de muszáj beszélünk arról, ami az utóbbi napokban történt. Yeah. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. Nem vettem fel a sugárvédő trikómat, nem roptam le az atombombát se, és nincs konyakos pohárba a diszki se a kezembe, sőt, még a rövidújú ingemet is otthon felejtettem. De mégis azt gondolom, hogy kell beszélni erről a dologról, kell beszélni erről a témáról, ami elöntött bennünket. És az, hogy elöntött bennünket, az nem véletlen, ennek van oka. A társadalmunkról ez egy kép, ez egy korkép arról, hogy hol tartunk érzelmileg, gondolatilag, emberileg. Ez a social media nem véletlen reagált rá így, ahogy reagált. Nem véletlen váltotta ki ezeket az indulatokat, aki ezt kiváltotta, kiváltatta velünk. Az nagyon jól tudta, hogy mit akar, de mégis tévedett. Mégis tévedett, mert hiszen azt gondolom, hogy ez a szituáció már egy picit más, mint amire ő számít. Drága hölgyeim, én mint férfi azt mondom nektek, hogy legyetek szabadok. Legyetek önmagatok. Ha nektek arra van szükségetek, hogy lefogyjatok, mert úgy érzitek magatokat nőnek, úgy érzitek magatokat jól, akkor fogyjatok le. Találjatok meg önmagatokat. Ha nem tudtok lefogyni, akkor is szeretünk titeket, mert én akkor is szerettem a feleségemet, amikor szülés után 25 kilóval több volt. Igen, olyan csíkosan, striás maradt a hasad, de azt is imádom. Az is nagyon szép, és az is nagyon jó, és az is nagyon szexi tud lenni, és szexi is, mert az a lényeg, hogy nem csak egy tányot szeretjük. Mi ezeket a nőket, ezeket az asszonyokat, én már éltem három feleségem volt, vagy talán négy is, nem is tudom pontosan, de az a lényeg, hogy egyiket se úgy tekintettem, mint tárgyat, mint egy külcsint. Nem lehet. Nem azok. Hát érzelmeik vannak, gondolataik vannak, tele vannak egyébként komplexussal. A nők tele vannak komplexussal. Miért kell ilyen erőszakos, stresszes gondolatokkal, mint amit most az utóbbi napokban hangoztatott valaki? Miért kell még ezeket a komplexusokat még növelni bennük? Amúgy is nagyon nehezen tudnak megszabadulni a komplexusaitól, és minél jobban megszabadulnak a komplexusaitól, annál inkább nők, annál inkább befognak nekik, annál inkább igazán tetszenek nekik, és annál inkább megkapjuk azt, amit várunk tőlük. Akkor kapjuk meg igazán a nőt, ha felszabadítjuk őket, és hagyjuk őket élni, hagyjuk őket virulni, hagyjuk őket illatozni. Akkor igazán a nő, hogyha őket le akarjuk erőltetni, le akarjuk erőszakolni, és meg akarjuk erőszakolni őket, hogy csak akkor kell lesz, ha lefogyol, akkor begörcsölnek, és akkor úgyse kapunk semmit. Tehát ennek nincs is értelme. De hát rajtam is van egy pici fölösleg, megmutassam? Nem tudom mutatni, és itt van, nem, most nem mutatom meg, nem akarom hazaküldeni az embereket, de engem se hagyott el az asszony, pedig elhagyhatott volna, mert ez nem ilyen egyszerű. Sok minden mást valószínűleg szeret bennem, és én is öregedtem. Én se vagyok már az a nagyon szép izmos, aki voltam, és mégis szeretnek. Legalábbis úgy érzem, hogy szeretek. Én ugyanúgy tudom szeretni, és ugyanúgy nagyon fontos nekem, és annyi mindenen átmentünk már az életbe. Mi is, és ti is, akik ott vagytok egymás mellett, hogy ilyen apróság, ilyen butaság, ilyen badarság, ilyen félrevitel nem árthat nekünk. Persze, hogy motiválni akarjuk az embert, persze, hogy motiválni akar benneteket, hogy fogjatok le, de nem így. Ez a módszer, és ez a stílus, ez semmiképpen nem jó. Motiválni felelősség. Nem két nagy pofonnal motiváljuk a gyereket se, ez nem módszer. Pofonokkal nem lehet motiválni senkit, még egy gyereket se. De egy olyan helyzetben ennek a, mondhatnánk, hogy úr, de nem mondjuk ennek az embernek, sok milliós követője van, lehet, hogy van köztük olyan, aki már tényleg hatalmas súlytöblettel szenved, és nem tudja megoldani, nem tud eljutni oda, hogy ezt leküzdje, és nagyon komoly lelki problémákat okoz neki, és akkor ez az utolsó csepp a pohárban, ez az utolsó olyan gondolat, olyan csapás számára, amit már nem tud elviselni.
mindenki vállalni annak a felelősségét, de úgy látom, hogy mégiscsak valaki vállalta a felelősségét, aki ezt elindította, hogyha ez az ember öngyilkos lesz. Nagyon nagy felelősség a motiváció, nagyon nagy felelősség a social media, nagyon felelősség van a kezünkben. Én azt gondolom, hogy azt tudom mondani ennek az úrnak, ez már nem a 90-es évek. Akkor még ezt meg lehetett csinálni, emlékeim szerint meg is csinálta akkor is. De ma már ezt nem lehet. Ma már ennek nagyon nagy, nagyon nagy kárt lehet okozni. Olyan nagyon nagy kárt, ami már igazán büntetőjogilag is. Olyan felelősség, amit nem biztos, hogy átgondolt. De nem menjünk ilyen mélységekbe. Egyszerűen csak beszéljünk arról, hogy hogy lehetne visszaadni azoknak a gyönyörű embereknek, azoknak a gyönyörű nőknek az önbizalmukat, akiktől próbálják elvenni. Én azt gondolom, hogy a nőnél szebb nincs a Földön. A legszebb és a legértékesebb dolog a nő, főleg számunkra, és az ő lelke az, aki nagyon fontos, és az ő lelkét valahol ápolni kell. Hiszen a női lélek a legsérülékenyebb lélek. Sérülékeny azért a férfi is, de mi valahogy erősebbek vagyunk, mi valahogy jobban tudunk ellenállni. A nők sokszor nagyon-nagyon sok komplexussal küzdenek, és hogyha ezt a komplexust még fokozzuk, még ráteszünk, akkor nagyon nagy kárt okozhatunk. Én, mint férfi, akár egy 90 kilós nőt is meg tudok kívánni, ha olyan a személyisége, vagy olyan a lelke, vagy olyan az alkata, vagy olyan a kisugárzása. Köztünk a tündével, a feleségemmel is olyan sok minden van a testiségen kívül, olyan sok minden összeköt bennünket, egyszerűen elég a bőre, elég a lénye, elég az, hogyha közel jön hozzá. Tehát olyan kevésbé fontos az, hogy most triás-e a hasa, vagy pedig 15 kiló többlet van rajta, vagy éppenségre sokkal kevesebb van rajta, mint amit én amennyit ideálisnak tartok. Nem hiszem, hogy kilóra lehet mérni a szerelmet, de a szexet sem. Elsősorban nagyon sok minden máson múlik, azon is múlik, hogy milyen érzelem köt hozzá, mennyire szereted, mennyire sok mindent tennél megérte, mennyire fontos neked, mennyire vágysz rá, mennyire fontos az ő érintése, mennyire fontos az ő tapintása, mennyire fontos az, hogy együtt legyetek, mennyire fontos nek, arról nem beszélve, hogy az a test, aki tényleg egy gyereket szült neked, a gyerekszüléshez, amikor én emlékszem, amikor a tünde meghízott, és tényleg ilyen 25, talán még 30 kilóval is több volt, még érdekesebb volt számomra, még különlegesebb volt számomra, még fontosabb volt számomra, utána is, a szülés után is, mert hiszen a szoktatáskor is még az jó kis voletka volt, de nagyon aranyos volt, nagyon jó volt, és nagyon-nagyon jó volt a szex is vele. Azért, mert ő volt, mert még több volt, mert egy gyereket hozott az életünkbe, mert hiszen ennek a gyereknek a nevelésére, meg a gyereknek a kioldására hatalmas energiákat emészt föl a szervezet, amit csak ők tudnak, amit mi nem tudunk megtenni. Ez olyan nagy dolog a természettől, hogy ezt a nő meg tudja tenni, hogy ezt igazán nagyon-nagyon meg kell becsülni, és nagyon kell tisztelni érte ezeket a nőket, hogy ezt meg tudják értünk tenni, vagy a jövő generáció jelét. Hát ha ők nem lennének, akkor nem lenne jövő generáció. Mit csinálunk csak mi itt ketten? Már úgy értem, hogy az úrral. Mi is az igazi motiváció? Pozitív gondolatokat adni. Nem gyűlöletre ösztönözni. A gyűlölet az valóban gyűlöletet szít. Hát tényleg az a gyűlölet cunami, amit ez a kis videó váltott ki, ez mutatja azt, hogy tényleg milyen állapotban vagyunk, milyen állapotban van ez az ország. Itt divat lett gyűlöletet kelteni, itt divat lett valamifajta ellenségképet találni. Mindegy az, hogy az egy személy, vagy egy nem, a nők, mint itt most. Ez teljesen abszurdum. Ezt nem lehet, ezt meg kell állítani. És meg kell állítani azt a típusú gondolkodás, ami ezt gerjeszti. Hát hiszen valóban nem hiszem azt, hogy erre van szükségünk, pozitív gondolkodásra van szükségünk, és valahogy át kellene ezzel lendülnünk, és el kellene jutnunk oda, hogy pozitívan gondolkodjunk. Hogyha egyszer valaki, tehát
Én azt gondolom, hogy egy egészséges társadalomba ezt a típusú atombombákat, mint amiket itt most ledobtak gyűlölet terén, vagy amit a politikában is elejtenek sokszor, és azt is elhisszük, és azt is beveszünk, és annak is bedőlünk, ezt le kellene magunkról pergetni. Mert addig, amíg mi erre partnerek vagyunk, és ezt ilyen hatalmas cunamit okozhat valaki, addig nem ő a hibás, ő egy orvosi eset. Ő neki orvosra van szüksége, meg esetleg pénze, hogy valódi marketinget indíthasson, hogyha szeretne a saját üzletéhez. De nekünk arra lenne szükségünk, hogy ne dőljünk ennek be. Ne mi legyünk a kísérleti lovak, akik bedőlnek, és akik elkezdenek gyűlölködni, akiket meg lehet osztani. Nehogy már oda jussunk el, hogy a végén mártírt fogunk ebből az emberből csinálni. Mert olyan sokan gyűlölik, hogy olyan sok a gyűlölet körülötte, hogy majd a végén meg fogjuk szeretni, és azt fogjuk mondani, hogy mellé állunk, mert ez is lehet. Mert ez is ezeknek a folyamatoknak az egyik velejárója. És ezeket sokan nagyon okosan ki lehet találni, kitalálhatják az elején, amikor elindítják ezt az atombomba cunamit, hogyha nem így lesz, akkor úgy lesz, így is lehet hasznom, de úgy is lehet hasznom. Mindenképpen haszna lehet, hogyha mi ebbe a társadalomba nem leszünk pozitívabbak, és nem gondolkodunk, és nem látunk ezen át, és nem hagyjuk magunkat befolyásolni, hanem azt mondjuk, hogy nekünk ez nem kell. Mi tudjuk, hogy kik a nők. Mi tudjuk, hogy mi a házasság. Mi tudjuk, hogy mi egy kapcsolat. Bennünket ezzel nem lehet motiválni. Bennünket ezzel nem lehet megosztani. Mert mi ezen átlátunk. Mert amikor egy életmód tanácsadó alkohollal a kezében, rövidű kis ingecskéjében arról beszél, hogy miután elindítottam ezt a cunamit, depressziós voltam, mert még dévben sem volt semmi hír erről. Abszolút pontosan lehet tudni, hogy mi volt a cél. Mi vagyunk a kísérleti nyulak, akikkel ezt meg lehet csinálni. Én azt szeretném, hogyha felülkerekednénk ezen a gyűlölködési hisztérián. Mindenki érezze jól magát a bőrébe, nő vagy férfi, mindegy, és gondolkodjunk pozitívan. Ne hagyjuk magunkat elsodorni ilyen cunamiktól, ilyen atombombáktól. Hiszen a Hiroshima-ba ledobott atombomba is már nevelő célzattal ment. Valószínűleg ez is nevelő célzattal szánták, de ez akkor sem, Hiroshima-ban sem segített az embereken, akkor sem segített a pozitív gondolkodáson, akkor sem segített igazán azon, ami a cél volt. Az volt a cél, hogy egy picit megneveljék a japánokat, és egy kicsit elnyebenyét mondjanak, mutassanak nekik. Most sem válthatja be ez a célt. Szeressük egymást, szeressük magunkat is, és szeressük egymást is, szeressük ezt a világot, amiben élünk, hiszen tényleg csodálatos, hiszen olyan technikai dolgok vannak körülöttünk, amit soha senki az elmúlt időszakban nem tudott, olyan eszközök vannak a kezünkben, éljünk vele, és éljük az életünket boldogan, éljük szeretetbe, és éljük pozitív kisugárzással, ne negatívan. Ha egy picit a negatív kisugárzást, a negatív gondolkodást le tudjuk vetközni magunkról, és pozitívabban tudunk gondolkodni, a saját életünk is könnyebb lesz. A saját utunk is könnyebb lesz, és sokkal sikeresebb lehet, és sokkal sikeresebb lehet egy házasság is. Azok, akik most válnak a kilóiktól, és akik kapaszkodtak ebbe a dolgba, akkor ezért azok is, hogyha elkezdenek egy kicsit gondolkodni azon, hogy tényleg mit éltek át együtt, mi történt, mi köti össze őket, milyen szép az a rengő háj, vagy azok a hihetetlen döheder léptek az ágy felé, most nem üt eszembe, ahogy mondta. Az a lényeg, hogy támogassuk egymást. Az a lényeg, hogy pozitívan gondolkodjunk. Én is néha el vagyok csüggedve, és néha egy kicsit, hát különösen most itt a pályázatok terénére egy kicsit visszatérünk. Tényleg közel, most már talán túl is haladtak 7000 e-mailt kaptam. Tényleg, amikor az ember olvas, és azért ez egy nagyon nagy felelősség, mert valójában gondoljatok bele abba, hogy ezt egy kicsit bele kell élni abba a szituációba. Rengeteg szakma, rengeteg területen írtok nekem ebbe az e-mailbe, rengeteg ötletek, és rengeteg
helyzetbe kell beleképzelnem magamat, sokszor utána kell nézni, utána kell gondolni, tehát ez mindez idő, ezért kérem a türelmet. Egy csomó türelmetlen e-mailt kaptam, hogy nem válaszoltam, mert elmondtam az eredeti videóban is, hogy nem fogunk válaszolni senkinek, csak azzal fogjuk felvenni a kapcsolatot, akit jónak találok. Valóban, ahogy mondtam az előbb, tehát én is nagyon sokat olvasok, és nagyon sokszor el vagyok keseredve, mert nagyon sok olyan pályázatot kaptam, hogy úgy mondjam, hogy ennek lehet nevezni, ahol tényleg még a csírája sincs meg a tiszteletnek, és a csírája sincs meg az igazi, jó üzleti gondolkodásnak, és egyáltalán nagyon sok olyan van, ahol csak álom van. Ugye elmondtam, hogy nem szeretik álmodozókat, hanem újat szeretnék, aki már letett valamit, aki már valamit megcsinált, aki már valamit megalkotott, vagy valamit már kipróbált, vagy már tart valahol a vállalkozásában, már jelentősen előre jutott. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a pályázatoknak, a 2000 e-mailnek a java része azért csak-csak álmodozó. De aztán jön egy-kettő olyan, amiben tényleg van jó gondolkodás, jó ötlet, már tényleg tart valahol, már tényleg csinált valahol, tehát már egy jó kis szén is lehet belőle gyémánt, vagy akár még brilliáns is a végén, csak azon múlik, hogy csiszoljuk. Úgyhogy kérem, hogy mindenki legyen türelemmel, mert tényleg voltak olyanok, akik ugye küldtek egy website címet, és csak ennyi, és aztán már két nap múlva már türelmetlenül hát érdeklődtek újabb e-maillel. Ezek biztosan nem lesznek a partnereim, és azok se, akik csak egy befektetési lehetőséget ajánlottak, mint egy uzsorásnak, tehát nem erről van szó. Nem akarom is önmagamat ismételni, sem akarom elmondani még egyszer, hogy mik a pályázati feltételek. Nem válaszolok azoknak. Csak azt fogod megkeresni, akivel tovább lépek. Van jó néhány ígéretes pályázat. Eddig még nem vettem fel a kapcsolatot senkivel. Gyűjtögetem őket, ezek is szépen gyűlnek. Tehát még van idő ezzel a pályázattal kapcsolatban. Úgyhogy legyetek türelemmel. Gondolkodjatok pozitívan. Mielőtt egy negatív, vagy egy becsmérlő kommentet leírnátok, számoljatok el inkább 10-ig. És próbáljátok meg az energiátokat inkább pozitívra fordítani, és a gondolatotokat is. Úgyhogy kezeket a paplan fölé, sziasztok!